Ebben a leckében a gömbök felszínének és térfogatának kiszámításához kapcsolódó mintapéldákat nézünk át. Az első példában adott egy 15 cm sugarú gömb. Meg kell határozni a gömb térfogatát és felszínét. Ehhez az alapképleteket kell ismerni, vagy meg kell őket keresni a függvénytáblában. A gömb térfogata egyenlő a 4 R a harmadikon szor pi per 3-mal, ahol r a gömb sugara. Most a sugara 15 cm, így a térfogata 14137 köbcentiméter. A gömb felszínét a 4 r pi kifejezés jelenti, a 15 cm-es sugár esetén ez 2827 négyzetcentimétert jelent. Ezt a két összefüggést érdemes ismerni. A második példában adott egy 10 cm élű kocka alakú doboz és egy 500 cm felületű gömb alakú golyó. Meg kell vizsgálni, hogy befér -e a golyó a dobozba. Legegyszerűbben ezt a hossz jellegű méretek összehasonlításával tehetjük meg. Magyarul a kocka élhosszát érdemes a gömb átmérőjéhez hasonlítani. Ha a gömb átmérője kisebb, mint a kocka élhossza, akkor elfér a kockában a gömb, de ha a gömb átmérője nagyobb, mint az elhossz, akkor nem fér bele a golyó a A gömb felszíne adott, és tudjuk, hogy négyszer a sugár négyzeteszer píként számolható. Ebből a gömb sugara kiszámítható, R egyenlő gyök alatt O per 4 pível, ahol O a gömb felszínének nagysága. A gömb sugara 6,3 cm-es. A gömb átmérője a sugarának kétszerese, tehát D egyenlő kettőször r Az átmérő 12,6 cm-es, ami több mint 10 cm, tehát a gömb átmérője nagyobb, mint a kocka élhossza. A golyó tehát nem fér bele a dobozba. A harmadik példában 4 darab 6 cm átmérői gömböt elhelyezünk az ábrán látható elrendezés szerinti lehető legkisebb téglatest alakú dobozban. Meg kell határozni, hogy a doboz térfogatának hány százalékát töltik ki a gömbök. Látható, hogy a gömbök érintik egymást, így a doboz látható elhosszai a gömb átmérőjének kétszeresével egyenlők, mivel két gömnyi minden itt látható él. A harmadik irányban egy gömnyi magasságú kell, hogy legyen a doboz, hogy a lehető legkisebb legyen. Tehát a harmadik irányban átmérőnyi a doboz elhossza a doboz térfogata így 12x12x6-tal, azaz 864 köbcentiméterre egyenlő. Ahogy kifejtettem, az egyik irányban 6 cm-es átmérővel egyenlő az oldalhoz, a másik két irányban pedig a 6 cm-es átmérő kétszerese, azaz 12 cm-es az oldalhoz. Egy gömb térfogatát számoljuk ki először, a gömb sugara 3 cm, hiszen az átmérője 6 cm, es tehát a gömb térfogata a 4 x 3 a köbönször pi per 3, mivel 3 cm es sugarat helyettesítünk a képletbe. Tehát egy gömb térfogata 113 köbcentiméter, és így a térfogatok aránya kifejezhető. Ne felejtsük, hogy a négy gömb térfogatát kell a doboz térfogatához mérni, ezért a négyszeres szorzót bele kell venni a képletbe. A doboz 52,3%-át töltik ki a gömbök. Köszönöm a figyelmedet! Remélem hasznos volt neked ez a videó. Hasonló videókért nézd még körül a csatornámon, és iratkozz fel, hogy ne maradj le az újabb videókról sem.